Sziasztok! Ez a mai túra egy kicsikét rendhagyó lesz. Gyarmatpusztáról indultam, és Gyarmatpuszta környékét szeretném bejárni, ami azért ütközik nehézségekbe, mert egy csomó kerítés és lezárt terület van. Sándor, Metternich, kastély, kápolna és hasonló dolgok találhatóak erre. Nagyon sok régi 1800-as évekbeli tanya és hasonló maradványok vannak, amiről lehet olvasni is, és közben meg azért itt ilyen kövek vannak. Na. Szóval tudtok róla olvasni, az infótáblán kín van, amikor Gyarmatpuszta közepén vagytok, de a gyakorlat is úgy néz ki, hogy azt hozza, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon sok minden volt. Sajnálom, hogy le van zárva az erdő nagy része, illetve körbe van kerítve, mert egy másik kutatást szeretnék folytatni, ami a közösségi régészetnek a része. Erről is lehet, hogy fogok majd beszélni. A közösségi régészethez hozzá szeretném térképileg tenni azt, amit én hozzá tudok. Ugye térinformatikus vagyok, ennek van egy hozadéka, hogy a térképet azért valamennyire tudom buzerálni úgy, hogy össze tudom rakni a régi térképekkel, és ennek azért szokott lenni eredménye is. Na szóval, Gyarmatpuszta környékét járom, ez a mai túránk, ez egy ilyen csavargós, erdőbe bolyongós túra lesz, nagyságrendileg 10-12 kilométerre tervezve, aztán majd meglátjuk, hogy jön össze, úgyhogy megyünk előre. Kövessetek minket, hajrá! Houston. Helyzetjelentés. Letértem az útvonalról, körbe van kerítve az egész. Nem tudom, hogy meddig, de remélem, hogy nem gyermeig, mert akkor ez nem 10 kilométeres túra lesz, hanem 20. Mert akkor be kell kerülni az egészet egyszerűen. Francesen az egészbe így. Már pedig nagyon úgy néz ki, hogy úgy körbe van kerítve, hogy egy gyermek irányába vezet a kerítés. Ennek nem megyek. Itt. Itt is. Szóval itt nagyon. Szép betonlapok itt is, téglák ott is. Érdekes hely. Mindenhol tégladarabok vannak. Ennyi téglát én még nem láttam így össze-vissza ilyen jó nagy területen. Oh, de szép gomba. Nem tudom, hogy milyen. Ez nem magától került ide. Ez se. Meg ez se. Tégla. Kurva sok tégla, kurva nagy gödör. Tégla. Tégla, nem én ástam ki. Tégla. A lábam alatt mindenhol tégla van. Tégla, gomba. Jó, valahol gomba is van. Itt is gomba. Ez téglafalgót szerintem. Szerintem az uradalmi birtok határa volt. Na, itt látszik a keresztmetszet nagyjából. Egyik oldal. Tégla, másik oldal. Ez mind.
Hát ez a sokadik kilométer, és még mindig kövek, téglák, mindenütt. Szó szerint a tégla kupacon haladok. Épp példány. Majdnem épp. Megyünk a sisnyásba. Is szakad a hó, is. Ó, a franc essen bele. Mindig a téglákat követem. Szép drót. De a téglakupac még mindig van. És kicsit Bear Grylls-esre vettük a figurát. Üdv a vadonban. Szakad a hó. Nagyon jó. És minden tégla. Na, szóval ennek a uradalmi falnak a nyomvonalát nem akarom feladni, még annak ellenére sem, hogy szakad a hó. Ezen végig szeretnék menni. Megnézni, hogy meddig van. Mert azért most, hogy itt a nyomvonalán megyek, és feltérképezem, hát ha hasznos lesz mondjuk a múzeum számára, és tudni fogjuk, hogy ez is itt van. Vannak ilyen drótok kifeszítve, tehát észre kell közlekedni, mert kicsit nem odafigyelsz. Volt fejed, nincs fejed. Kicsit havazik. Akkor kell túrázni, menni, ha jól esik. Márpedig jól esik, úgyhogy megyünk vissza a romok után. Gyönyörű szép téglakupac, téglakupac, itt a fal, így. Itt van a többi hozzátartozó cuma. Itt is azért van minden. Próbálom a tégla falat követni. Egyre nehezebben megy, hogy a hó meg a zavar takar minden, de még a nyomán vagyok. Elvileg. Vannak ilyen kis nehezített dolgok. Gomba, nagy fa, erdő, szakadék, szurdok, oda megyek, arra megyek, megyek, megyek. És figyeld, jó az út. Oda nézd! Jaj, a tüske! Jaj! Oda nézd! Oda nézd! Na, ezért megérte rallizni. És... Találat! Oda nézd! Gyönyörű. Gyönyörű szép. Egyik pillanatban havazik, a másikban süt a nap. Mindig jó helyen vagyok, még tudom követni ennek a falnak a nyomát. Oda néz! Szép méretű fal volt azért ez valamikor. Akárhogy is nézem, ez egy innentől oda a túl végéig, ez egy 2,5-3 méter. Hú, de szép. Megint másik, váltunk szöget, ott a többi, kínai nagyfal.
láttunk már ilyet. És tégla, tégla, oda néz. Itt a többi része a semmi közepén. Megvan a fal. Még egy darabja. Ott folytatódik. De szép. Szép nagy mélyedés és üreg van. Nem tudom, hogy mi ez, de hogy mesterséges, az biztos. Kis ütött rám a nap. El se hiszem. Gyönyörű. Gyönyörű napsütés lett. Előbb még szakadt a hó. Nagyon szép. Tehát ez a mai nap, ez csodásra sikerül. Na, követtem az esőnyt, illetve követtem a falat. Iha! Ez is egy jó plac. Ez egy gyönyörű hely. És még mindig. Tökéletesen itt a fal és a maradványai. Egyik pillanatban kisüt a nap, a másikba havazik, majd beborul. Érdekes ez a mai nap. Semmit nem így terveztem, sőt. Ez egy elég érdekes barangolásra sikerült. És még mindig vannak szép maradvány darabok. Azért azon gondolkozom, hogy ennek a falnak a nagy része téglából van, vagy volt. Hát most már nem tudom, hány kilométeren keresztül jövök ennek a falnak a mentén, de ki gyártott le ennyi téglát, és miből, hogyan? Ha kéne egy ilyen falat csinálni, a gatyája elmennek az embernek, tehát ez egy vagyon. És hatalmas a terület. Hogy? Hogyan? Na. Törtem a fejemet, fogalma nincs. Megyünk előre. Hajrá. Gomba, gomba, gomba. Gomba, gomba. Gomba. Tégla, tégla, tégla. Arra, mintha menne tovább, de utamat állja egy kerítés. És azért ez elég sisnyás arra befele, úgyhogy ez idáig volt követhető. Na, eddig követtem. Most meg kell kerülni itt a dolgokat. Muszáj vagyok, nem tudok más tenni. Ki kell kerülni a kerítést. Nem tudom megint mekkorát fogok kerülni, de már elég régóta bandukolok itt a semmi közepén az erdőbe, és követtem a falnyomot. Hát ez ennyi. Idáig tudtam követni. Érdekes volt. Szóval rejti dolgokat az erdő, úgyhogy most kerülök, kikerülöm a lezárt területet, és megpróbálok az autó fele visszakeveredni. Úgy néz ki, hogy megint havazik. És baktatok a hegyre. Ugye kerülőt mentem. Természetesen minden út felfelé vezet. És mégis havazik, de csodás. És szerintem meg lesz a fal mindjárt ismét.
visszataláltam a téglafalhoz. Egy kis őzike csodálás után itt is tégla mindenütt. És megyek tovább a fal mentén. Csodás volt az őzeket látni. Ez ma egy igazán különleges túrára sikerült. Egyébként reggel még úgy voltam vele, hogy a Garmin órám szerint a body battery az a béka segge alatt volt 40-en, hogy nem megyek sehova, inkább pihenek, alszok tovább, és nem megyek sehova. Hát erről lemaradtam volna, úgyhogy megérte. Na szóval, túra folytatódik, megyünk a fal mentén tovább, megyünk előre, hajrá! Vannak érdekes, szép faragott kövek is, vagy nem is tudom, hogy ezt faragott, vagy öntött, vagy... Az időjárás egy kicsikét most bekeményített. És a vicc az egészben, hogy a másik pánvú csapkát azt otthon hagytam, úgyhogy csak ez a vadászkalap van nálam, ami belefagy a fülem. Na, nem panaszkodom. Szoktam otthon hagyni cuccokat. Elég sűrűn. Hát ez ilyen. Na, megyünk. Téglatengeren megyek. Illetve esetleg botlok. Ahogy véget ér az egész, betonfallal folytatódik, de mindenhol kő van. Na most érdekességképpen ugye itt van, elvileg arra megy, na most arra nem tudok menni. Időjárás az kezd egyre brutálisabb lenni, úgyhogy a kezem ráfogy a telefonra, szó szerint. Úgyhogy látszik, a kabátom is kezd szarul kinézni, lefagy a fülem, vág a hó az arcomba, úgyhogy most egy kicsit leteszem a kamerát, és irány az autóhoz visszafelé. Nem tudom, mennyi van hátra, nem sok, mert a kerítést ugye természetesen ki kell kerülni, mert le van zárva. Remélem, nem futok bele semmi durvába, úgyhogy most megpróbálom kibányászni a táskámból még a kesztyűt, és aztán go. Így nézek ki. Muszáj. Szakad a hó, a képenbe vág. Muszáj voltam valamit tenni. És elfogyott az út. És az esőny a szántók szélén fogok menni ki. És itt van egy jó dolog. Itt a falnak az alja. És ott megy a többi, tehát a betonkerítés rá van építve. Lehet látni, hogy ott megy tovább, úgyhogy jó helyen vagyok. Szakad a hó. Gyönyörű a táj. Úgyhogy cipő. És remélem nincs elkerítve, már itt lesz egy út. Jó nagy kerülővel megyek a kocsihoz vissza. Nézzek ki. Egy sas egyébként itt repked valahol. Körülöttem. Vagy felettem. Na szóval. Az akkumulátor mellül. Ennek nem örülök, mert ebből az lesz, hogy föl kéne tennem töltőre, de nem teszem föl töltőre, mert tiszta víz, nedvesség, minden, úgyhogy megyünk előre. Hajrá! Ott. Na. Kicsi darab. Na, kicsi darab, de a beton a régi fal helyén van. Na, ami marad belőle, tehát látszik, hogy ilyen, és ott is van egy kis darab. Tehát elég szép méretű kerítés volt körbe kilométereken keresztül. Beértem Gyarmatpusztára, és kisütött a nap.
Gyönyörű, szép idő lett. Hát ez, ezt el sem hiszem. Tényleg, csodás. Na, szóval a kemény, hófúvásos, hovazásos trutyit is egész jó kibírtam az utcaimmal. Na, sétálok vissza az autóhoz, szerintem már nem sok van. Úgyhogy menjünk előre. Hajrá! És itt a fal többi része, ami körbevette az uratalmi birtokot. Na szóval, ez a gyarmatpusztai túra mára ennyi volt. Gyűjtsetek élményeket, kövessetek minket, kövessétek a Dróntatabánya Facebook és YouTube oldalát, és tartsatok velünk legközelebb is. Megyünk előre, hajrá!